Háztetőt épít Martonosi Rudolf, aki jelenleg víz-gáz fűtésszerelőnek tanul, de minden érdekli, ami az építőiparhoz tartozik. Van azért jövője ennek a szakmának, ugye házak mindig épülni fognak, meg ugye nagyon nagy lendületbe elkezdett épülni ugye az egész építőipar, minden. És akkor ezért megtetszett a szakma, gondoltam, hogy jó pénz van belőle, meg gondoltam azt, hogy azért nem árt egy normális kétkezű szakmát megtanulnom. Ez a célja az Építsd a Jövőd elnevezésű rendezvénynek is, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok kedvet kapjanak ehhez a szakmához. Itt kipróbálhatták a házépítés egyes fázisait az alapozástól a tetőkészítéséig. Az is kiderült, van-e tehetségük hozzá. A dinamikusan fejlődő építőipar egyik legnagyobb kihívása a munkaerőhiány, a szakképzettek egy része ugyanis külföldön helyezkedik el. A Móravárosiban például 10 hiány szakmát oktatnak abból a 20-ból, amit a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság meghatározott. Azok a szakmák, amelyek bekerülnek a hiány szakmák közé és ösztöndíjjal támogatottak, azoknál megnő a jelentkezők száma. Tehát nagyon sokszor úgy érkeznek szülők és kérdeznek információkat, hogy és melyek az ösztöndíjas szakmák, hogyha ezt nem tudják, mert úgy gondolják, hogy sokkal nagyobb esélye van a gyereküknek elhelyezkedni egy olyan szakmával, amit maga a munkaerőpiac is egy hiány szakmaként lát és tekint. Jelenleg kőművesnek és festőnek tanulnak a legtöbben. Az ácsképzést volt, hogy ezt sem tudták indítani. A szegedi Vedresben elsősorban technikusokat és mérnököket képeznek. A technikus képzés óriási jelentőséggel bír, fölértékelődött, és nem csak itt, hanem külföldön is, mert sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a magyar cégek már a 12-esek évfolyamán kopogtatnak az ajtókon, vinnék őket ösztöndíjprogramokkal a cégekhez, és bizony külföldre is nagyon szívesen hívják ma már a vegyleses diákokat. A diákok 80%-a elvégzi a technikusi képzést, a többiek egyetemre mennek, vagy más területen tanulnak tovább. Ösztöndíjjal támogatják többek között a villanyszerelőnek, az épület és szerkezetlakatosnak, a kőművesnek, a festőmázoló tapétázónak, az asztalosnak és a szerszámkészítőnek tanulókat.